A 2020-21-es idény őszi felében szép eredményeket ért el U19-es együttesünk, de a kialakult helyzet miatt nem mindig volt könnyű dolga. A játékosok tudták, hogy a felnőtt csapat elképesztő teljesítményének köszönhetően ők is megmérettethetik magukat Európában. Örömmel fogadtuk a hírt, ugye, hogy tavasszal lesz egy ilyen lehetőségünk, hogy egy rangosabb európai kupasorozatban is meg tudjuk mérettetni magunkat. De inkább azt mondom, hogy a jelenlegi feladatra tudtunk koncentrálni, és az volt a fontosabb, hogy a bajnokságokat úgy zárjuk, és úgy játszunk minden mérkőzésen, hogy azt elvárják tőlünk. Mindenki örült neki, és számítottunk rá, hogy majd eljön ez az idő, de tényleg inkább minden héten kellett teljesíteni. U19-ben, NB3-ban is az volt a fontos, hogy most élen a csapatokkal olyan helyzést érünk el, amilyet azt elvárták tőlünk. Ugye utánpótlás képzésről révén szó, én azt gondolom, hogy végezzük azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy a játékosaink teljesítőképes felnőtt játékossá váljanak. Tehát külön speciális felkészülést erre a versenysorozatra nem eszközöltünk, meg nem is fogunk a jövőben sem. Én azt gondolom, hogy a tavaly nyáron elindított második csapatunk, az NB3-ban szereplő második csapatunk egész projektje egy jó felkészülést jelent erre a versenysorozatra, hiszen a játékosok magas szinten és az első csapat struktúrájának megfelelően készülnek. Azt gondolom, egy óriási dolog a Fagyit képviselni utánpótlás szinten is a BL mezőnyében. Az ősz folyamán is bíztunk abban, hogy azokkal a csapatokkal sikerül játszanunk, akikkel a Fagyi felnőtt csapata. Sajnos ezt a vírushelyzet teljesen átszabta, és egy új lebonyolítási rendszert hozott az UEFA, ami alapján március 2-án fogunk tudni játszani. Az ellenfelet még nem tudjuk, mert január 27-én lesz a sorsolása. Nagyon készültünk rá, hogy már a felnőtt csapattal egy időben tudunk játszani BL mérkőzéseket, de erre most lesz lehetőségünk, és szeretnénk minél jobban szerepelni. Az UEFA a vírus helyzet miatt több változtatást is eszközölt az ifjúsági liga idei lebonyolításában. Az ősz és a csoportkör helyett márciusban egymérkőzéses párharcokban dől el a továbbjutók kiléte. Felnőtt csapatunknál bevált ez a módszer, de a fiatalok vezetőségében van, aki inkább a két meccses lebonyolítást részesíti előnyben. Úgyse választ fogok adni, mert én azt szeretném, hogyha inkább két mérkőzés lenne, mert a gyerekek számára vagy a fiatalok számára ugye a mérkőzés az egy kontroll, egy ellenőrzési lehetőség, hogy hol tartanak ők a fejlesztési folyamatban. Tehát szerencsésebb lenne két mérkőzésen is figyelni, elemezni őket és lemérni a tapasztalatokat. Itt legalább annyira fontos számunkra az, hogy a megfelelő tapasztalatokat, konzekvenciákat levonjuk és azt beépítsük utána a felkészítési folyamatba. Az eredményesség érdekében vagy az eredményesség oldaláról megközelítve előny lehet egy mérkőzés, hiszen egy koncentrált, jó teljesítménye, megfelelő felkészüléssel adott esetben még nálunk előrébb tartó futballkultúrák csapatai ellen is lehet a nagyobb esélyünk, de én inkább mégis a tanulási oldalt emelném ki, és a két mérkőzésre én ezért szavaznék. Én azt gondolom, hogy itt talán a különbségek nem tudnak annyira kijönni egy meccs alapján, azt gondolom mindenkinek lehet esélye bárki ellen. Én azt gondolom, hogy nem azt kell néznünk, hogy mennyi esélyünk van, hanem a tudásunk legjobbát kell adni. U19-es együttesünk olyan vezetőedzővel vág neki a sorozatnak, aki 2005-ben a felnőttek között már szerepelt a Bajnokok Ligájában. Borbé Balázs az Artmedia Bratislava játékosaként járta meg a csoportkört, és szerzett igen értékes tapasztalatokat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az ő jártassága mennyit segíthet a még tapasztalatlan fiataloknak. Borzasztó sokat. Egyébként nem csak Balázs, hanem a kollégáink is itt a felső szekcióban a 16-17-19 éves játékosainkkal dolgoznak, vagy a második csapat játékosai rendelkeznek ugye olyan professzionális játékos múlttal, ahonnan ezeket a tapasztalatokat, ami abban a képzési időszakban rendkívül fontos, át tudják adni a gyerekeknek. Így most az U19 kapcsán is Borbé Balázsnak a játékos múltjából szerzett tapasztalatai óriási segítséget tudnak jelenteni a játékosoknak. Úgyhogy szeretnénk is ezt kihasználni, és bízom benne, hogy profitálnak belőle a gyerekek. A Balázs, Borbé Balázs az U19 csapat jelenlegi vezetőedzője, aki játszott Szlovákiába, BL csapatba, illetve játszott a Bundesligában is, komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Ő azt gondolom, hogy az edzői pályáján még az elején jár, nemrég szerezte meg a legfelsőbb licenszét is.
egy nagyon karizmatikus egyéniség, aki azt gondolom az elmúlt időkben nagyon jó munkát végzett a Ferencváros utánpótlás csapatában. Azt gondolom, hogy az ő habitusa és szakmai tudása elegendő lesz ahhoz, hogy ezt a sorozatot is a legjobb módon próbáljuk abszolválni. A Fradi a legjobb 32-be jutó csapatok közül kap majd ellenfelet a január végi sorsoláson. Olyan együttesek jöhetnek szóba, mint a két-két elsőséggel rendelkező Barcelona Chelsea 2-s, vagy épp a címvédő Real Madrid, de ott van az a Red Bull Salzburg is, amely a 2016-17-es idényben nyerte meg a sorozatot. Itt igazából a tapasztalatgyűjtés lesz az első legfontosabb cél, hogy ilyen versenyszorban még a Fradi utánpótlás csapata nem vett részt. Ez egy nagyon jó értékmérő lesz az utánpótlás számára, hogy a mi gyerekeink jelen pillanatban hol tartanak a nemzetközi szinten. Nagy rálátásunk nincs jelen pillanatban, amelyik csapatot kapjuk, az eszembe szeretnénk minél jobban teljesíteni és jobban szerepelni. Hát azt reálisan kell látni, hogy hol tart jelen pillanatban a magyar utánpótlás képzés, és hol tart hogy az európai élcsapatoknak az utánpótlás képzése. Én azt gondolom, hogy egy jó felmérő, egy jó a fejlődési folyamat, vagy a fejlesztési folyamatnak egy jó tesztje lehet ez. Teljesen mindegy, hogy kivel játszunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy még a látszólag kisebb nevű klubok is, bár a Bajnokok Ligája kapcsán ilyenről nem beszélhetünk, kiemelkedő utánpótlással rendelkeznek, tehát nem véletlen, hogy ezeknek a kluboknak a stabilitása olyan magas, hogy állandóan a Bajnokok Ligájába szerepelnek, vagy jellemzően a Bajnokok Ligájába szerepelnek. Teljesen mindegy, hogy milyen csapat ellen játszunk, rengeteget tudunk tanulni az első pillanattól kezdve, és ezért óriási ajándék ez, hogy az U19-eseink indulhatnak, majd az azt követő időszak, hogy a tapasztalatokat, amiket ott szerzünk, hogyan építjük be a saját felkészítési folyamatainkba. Szerintem ezt a csapat nevében is mondhatom, hogy tényleg az lesz a legfontosabb, hogy az első mérkőzésen egy olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, hogy a saját magunknak is megfeleljen, és hogy egy sikernek tudjuk ezt betudni. Egyelőre csak egy mérkőzésről van szó, reméljük, hogy több is lesz belőle. Ugyanúgy készülünk, mintha az is bélel nem is lenne, ugyanúgy készülünk, mert nem szeretném, ha csak ez az egy kicsúcsosodása lenne a tavaszi szezonnak, hanem van 16 bajnoki meccs is vár ránk, szóval minden egyes meccsre fel akarunk becsületesen készülni és kihozni a maximumot minden egyes meccsből. Ez egy jó felmérés, ez egy jó nemzetközi konfrontáció, teljesen mindegy, hogy milyen csapat ellen fogunk játszani, szerintem egy hatalmas nemzetközi felmérés és konfrontáció az egész klubnak, az utánpótlás részeknek, de úgy is mondhatom, hogy az egész magyarországi utánpótlásnak. A Ferencváros a január 27-i sorsolást követően március 2-án lép pályára az UEFA ifjúsági liga legjobb 64 csapata között. Üdvözöllek a Tipmix sportfogadói közösségében! Itt évente több millió fogadási lehetőség vár. Fogadhatsz közösségben, vagy saját megérzéseid alapján. Bárhol, bármikor, akár az utolsó percekig. Csatlakozz hozzánk. Tipmix. Több, mint szerencse.